want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. You're so self-satisfied, I don't need you. I've got to break free. God knows, God knows I want to break free. I've fallen in love. Nika. És Növényi Norbert. I want to break free. Elképesztő want egyébként, to. Hogy hogyan tükröztük a magyar börtönállapotokat, ugye egy pillanat alatt leképeztük a mi zebránkkal. A mi... Hát ha ilyenek lennék a magyar börtönállapotok, egyfolytában börtönben ülnék. Hát, na jó. Tényleg nehéz volt, hogy a lányokat, hogy jöttek ki. Van szó, break free, imádtam, van szó. Okay. Mondjuk ezt el is hiszem, hogy akartad szabad lenni egy ilyen gyönyörű nő, mint Nika, mert komolyan mondom, annyira jó, figyelj! Én már szerelmes lettem beléd. Mármint, hogy a Nikába vagy a Norbiba? Nem a Norbiba, nem. Olyan rendőr, olyan, te hogy bírtad szépen énekelni mellette? Én nem tudtam volna koncentrálni, de viszont egyszer kicsit elcsúsztál a ritmussal, nem? Vagy nem? Biztos, lehet. Egyszer. Egyszer? Picit gyertek arra, mert csak halljuk a kukit, de nem látja a kedves néző, pedig nagyon sokat ér az is, higgyétek. Hát sőt. Igen. Nem, nagyon jó volt. Csak én úgy érzem, picike, most félénk voltál. Milyen nem voltál picike bátrabb vele? Ilyen jó, csak körülbelül. Öt nő akarta meg gumibotozni, te láttad? Micsoda? Öt nő akarta meg gumibotozni, láttad? Ó, láttam. Láttam. Jó volt, kicsit bátrabb, de jó volt. Nagyon aranyosok voltatok, tényleg. Andi? Szerintem nincs az a börtön, ahol, ha ilyen börtönörök vannak, bárki ki akar onnan törni, és szerintem azt láttad a Norvin, hogy esze ágában nincs kitörni ebből a börtönből. Nagyon jól érzi ott magát, ráadásul nagyon értékeltem, hogy kifértél a rácsok között amúgy, mert ez volt szerintem az igazi kihívásod alban. Tibi? Amúgy meg nagyon jó bőrben vagy, Nika, mindegy, hagyjuk, ez nem volt annyira jó. Tibi? Én Nikát szeretném egy picikét kiemelni, mert elképesztőt énekeltél ebben a dalban, úgyhogy most a profi is kapjon egy dicséretet, és... Nem utolsó sorban pedig az adás után a ruháról majd beszéljünk, a személyes használatra elkérni. A másik... Megszárítom. Így van, ebben mennék haza a páromnak. Így van. Van egy ilyen furcsa játékunk, amikor női börtönőt alakítok otthon a párommal, odaláncol a fűtéshöz, aztán később elenged. Norbinak csak azt akartam mondani, hogy tök jó volt az éneklés, laza volt, mégis a produkció egyik csúcspontja az volt, amikor a szádat harabdál, vagy jöttél elő. Azt hiszem, ez elég beteg volt, és én is azt mondom, amit a többiek mondanak, hogy nem tudom, milyen szabálysértést kell elkövetni azért, hogy ilyen börtönbe kerüljek, de hazafelé megcsinálom.
Hát lehet, hogyha olyan pontszámot adsz, akkor a rendőr nagyon gyorsan lecsatol, mert neki tetszett ez a produkció, te meg mondjuk keveset adsz, de mennyi az? Én nekem ez most nagyon tetszett, és én nagyon értékelném, hogy nagyon meglódult ez a páros most előre, úgyhogy most adok egy ilyen nagyon építő jellegű 10 pontot, jó? Építő jellegű 10 pont, Szulák Andi. Még egy 10 pont, és megsüketülök a Nika. Nagyon, nagyon nehéz helyzetben van a zsűri, mert hát Nika valóban az ország egyik legjobb, hanem az egyik legjobb énekesnője. Vagy a legjobb? Várjál, most ezt nem is tudom elérni. Vagy az egyik legjobb? Vagy a legjobb? Egyik legjobb. És hát az a hősiesség, ahogy Norbi felveszi a kesztyűt egy ilyen pompás énekestővel, hát vagy tíz. Jó, 10, az már 20. Legyen 10. Kis húval, nem baj, igen, süketüljek meg, legyen 10 pont, Kuki. Én 9 pontot adom, mert féltéke vagy rád, hogy 5 jó csajba voltál te színpadon. 9 pont. Na, az 29 pont, ez Holt verseny Debreceni Zitáikkal, de gratulálunk, mert a Holt verseny az első helyen. Tehát ez nagyon jó. Foglaljatok helyet, és akkor majd megnézzük azt, hogy a nézők hogy szavaztak. Van szó, Benyé, van szó, Brexit.